Az Ongai Kulturális Egyesület kitartó munkájának köszönhetően egy régi álom vált valóra, amikor átvághatták a nemzeti színű trikolor szalagot, megnyitva ezzel a nagy közönség számára is látogatható Pálinka Múzeum és Pálinka Kultúrtörténeti Kiállítást. Az egyesület tagjai már évek óta gyűjtötték a különleges poharakat, palackokat, könyveket, számlákat és okleveleket, amelyek a pálinkáról szólnak. A régi erekéken túl a Nemzeti Adó és Vámhivatal olyan egyenruhákat és tárgyakat, legális és illegális pálinka főzőberendezéseket adományozott a múzeumnak, amelyek egykor valóban használatban voltak. Mindemellett megtalálhatóak díjnyertes pálinkák és az egyesület pálinkával, pálinka történettel foglalkozó könyvei, de megismerkedhetünk a kerthelyiségben látható pálinka aromakerékkel is, amely szerint osztályozzák és pontozzák a nedüket egy verseny során. Ha jó pálinkáról beszélünk, és minőségi pálinkáról beszélünk, akkor mi az elsődleges szabály, aminek meg kell felelnie? Ezt nagyon gyakran felteszik, és ugye nagyon ezt a kérdést, és nagyon sokféle választ lehet adni, de azt gondolom, hogy ma már abban mindenki egyetért, hogy a legfontosabb, egyik legfontosabb, hogy a gyümölcs, hogy az milyen a gyümölcs, és ebben újra és újra előbbrébb kell, hogy lépjünk, mert már nem pusztán az a lényeg, hogy az a gyümölcs az pont megfelelő érettségi állapotban legyen, közel se biztos egyébként, hogy mindegyiknek nem mindegy gyümölcsnek kell túléletnek lenni. Van, aminél igenis egy 70-80%-os érettség kell, mert akkor fogjuk azt a fajtára jellemző íz és aroma karaktert kapni. Másrészt az is nagyon fontos, hogy ez a gyümölcs egyébként megkapja azokat a szükséges tápanyagokat, amelyeket utána a desztillálás és az erjesztés során vissza akarunk majd kapni. Ha az nincs meg, akkor az nem megy. Csak mondjuk egy példát, amely egy kicsit itt szakmázunk, hogyha mondjuk nincs megfelelő kalcium vagy magnézium tartalma a gyümölcs termesztés során a földnek, akkor mondjuk az a vilmoskörte vagy birs, aminek utólag kellene érlelődni, akkor az mondjuk nem fogja ezt megtenni, és csak azt veszük észre, hogy nem 2-3 hétig vagy még tovább áll el, hanem rögtön elkezd bebarnulni és elkezd rohadni. Tehát ezekre oda kellene figyelni, és ez még nem történik meg. Emellett egyébként nagyon gondosan kell kezelni a cefrét és a gyümölcsfeldolgozást, és nagyon lényeges, hogy egy jó főzőmester is legyen, akinek van megfelelő orra, megfelelő technikája, hogy ez megtörténjen egy jó lepálást. Nem egy agysebészet a történet, de nagyon sok helyen el lehet csúszni ahhoz, hogy az embernek tényleg meg lesz a jó minőségű prémium pálinkája. Van egy szerencsefaktor is, azt se szabad elfelejteni. Mondhatjuk, hogy ti vagytok az ország első számú pálinka versenye mára? Azt mindenképpen, talán ezt a, még azok a versenyek is, akik egy kicsit konkurenciaként tekintenek ránk, azt mindenképpen el kell, hogy ismerik, és el is ismerik. Tehát, és azt nem pusztán azért mondom, hogy a mintaszám, ami hozzánk érkezik, az messze nem csak magyarországi szinten, hanem Európában is kimagasló. Pálinkánál, konkrét pálinka versenyeknél ennél nagyobb számot, mint mondjuk a tavalyi 2006-os nevezési számunkról nem tudunk. Ausztriában az egyik legismertebb és legnívósabb európai pálinka versenyen, a desztillálten is kevesebb volt a csúcs szám. Évek óta messze 1000 fölötti mintaszámmal rendelkezünk, most 1606 volt, ahogy tavaly mondom, 2006 előtte 1700 fölötti nevezési szám. Ez az egyébként iszonyú rengeteg versenyt felmutató körben, ez tényleg kimagasló. Kevés olyan versenyben, ahol a magánbér és a legjobb kereskedelmi főzdék is hasonló szinten meg tudnak mutatkozni, úgyhogy ezt mindenképpen elmondhatjuk, de ugyanakkor azt kell mondanunk, hogy a szakmailag is az egyik legelismertebbek vagyunk, biztos, hogy a háromban a legjobbak. Ne én döntsem el, hogy most mi hova rangsoroljuk magunkat, de az, aki például nálunk bír vagy értékel és bekerül abba a zsűri keretbe, az egy óriási szakmai kihívás. Mindenki szeretne egyébként például nálunk bírálni, értékelni a pálinkákat. Van, akinek ez sikerül, van, aki eléri azt a szintet, van, akinek még kell hozzá dolgoznia, hogy ez megtörténjen. Az elmúlt 20 évben az, amire igazából ugye a magyar pálinkának egyfajta reneszánsz és igazi történet elindult, és ez nagyon sokáig lineárisan ment felfelé. De az utóbbi években azonban egy kicsit ez megtorpant. A magánfőzőknek az elszaporodás, annak van persze bizonyos szempontból jó oldala is, ők is sokat tudnak hozzátenni a kultúráért, a pálinka kultúráért és a pálinka értő fogyasztás kultúrájának az elterjesztéséért, de ha őszinték vagyunk, akkor bizony nagyon sokan nincsenek megfelelő technikai eszközök birtokában, illetve a tudás is hiányzik hozzá.
ami azt mutatná, hogy mondjuk a pálinkák azok tényleg mind minőségiek legyenek. Akkor, amikor a neten még mindig azt látjuk, hogy olyan mondjuk cefrét árul valaki, tehát ez az alap, tehát hogy cefrét nem veszünk, tehát hogy egy gyümölcsöt vesz, és az, aki pálinkát akar készíteni, mert az ellenőrizhető, azt lehet úgy feldolgozni, azt kell arra hőfokra vinni, úgy kell irányított terjesztéssel beoltani, amiből tényleg jó termék lesz. Amikor még mindig cefrét lehet vásárolni, és a képeket ne is nézzük meg, hogy az hogy néz ki, akkor még bőven van mit tenni. Hová lehet fejlődni szerinted? Hát a legérdekesebb mindig az lenne, és az a kulcskérdés, ugye, hogy ebből mikor lehetne a pálinkából, amit mi magyarok nagyon nagyra tartunk, és a világ legjobb italának gondolunk, mikor lehetne egy nemzetközi brendet készíteni, hát ez még messze van, ha egyáltalán ez sikerül. Ezzel kapcsolatosan eléggé szkeptikus vagyok. Nehéz megtalálni. Ennek van sok jó oldala is, meg rossz oldala is. Ugye a magyar pálinkának az az egyik előnye, hogy rengeteg féle van belőle. Még azt mondjuk nem csak, hogy szilva pálinka, hanem ma már az a trend és az az általános, hogy a szilva helyett már fajta tiszta szilvákkal neveznek, és egyre ismertebbek. Tehát még mondjuk 10 éve egy csacsanszka lepotica szilva az nem volt annyira ismert, ma már nem csak a zsűri meg az értékelő bírálók számára, hanem a nagy közönség számára is ismert, hogy az sokkal kevésbé lekváros, nem olyan tömény mondjuk, mint nem olyan testes, mint mondjuk a besztercei szilva, hanem ez egy virágosabb, üdébb, frissebb illataromákat ad. Az már általánosan elfogadott, de most már a szilva pálinkáknak több mint például az 50%-a az mondjuk már fajta tiszta pálinka. Tehát ez egy óriási fejlődés. És akkor nem beszéltünk az összes többi gyümölcsről. Most csak mondok még egyet. A mostani Quintessence pálinkás könyvünkben a szőlőkkel lesz egy tanulmány. Hát hozzánk több mint 60 különböző fajta szőlővel neveztek az elmúlt 11 év során. Ebből 54 szőlő fajta pálinka kerül bemutatásra. Tehát ennek az 54-nek a fajta sajátosságait, karaktereit nagyon kevés ember, talán nincs is olyan az országban, aki egyszerre tudná és ismeri. Úgyhogy annak a fejlődése, hogy ide eljussunk, az még nagyon-nagyon messze van. Éppen a tanulmányban összehasonlítottunk jó néhány dolgot a szőlőből készült borokkal, és hát van, aki éppen megjegyezheti majd, amikor mondjuk valakinek a kezébe kerül a kötet és a tanulmány, hogy hát némelyikben a borról sokkal több van írva mondjuk jellemzőként, mint mondjuk a pálinkánál. Hát igen, csak mondjuk a bornál van olyan fajta, amit már évszázadok óta ismernek világszínvonalon, világszerte, mert világfajta szőlőből készül, egy chardonnay, egy kékfrankos, vagy ne soroljuk tovább. Addig a pálinkánál mondjuk az elmúlt 20 éve kezdtek el egyáltalán szőlőből készíteni termelt pálinkákat, mert korábban ugye ilyen nincs. Tehát a régi időszakban maradt a törköly, és isten káromlás volt, hogyha valaki mondjuk a szőlőt bogyózva nem bornak, hanem mondjuk pálinkának akarta volna felhasználni, holott ugye gyönyörű termékeket készítünk belőle. Na de melyik lesz a magyar pálinka? Melyikből csinálnánk nemzetközi brendet? Az írsai olivérből, a szőlőből, a szilvából, a kajsziból, és akkor még ott nem beszéltünk, hogy a kajszinak melyik stílusából, a lekvárosból, a gönci baracból, vagy a kecskemétiből, vagy az új francia fajtákból, amelyek sokkal inkább virágosak, ez nehéz. A másik dolog pedig úgy kellene összefogni a szakmának, a pálinkás nagy cégeknek, ami állami támogatás nélkül nem megy. Tehát itt lehet beszélni, hogy mikor lesz majd mondjuk tényleg egy olyan nemzetközi brand, de ez még szerintem messze van. Ez a sokszínűsége, az előbb említve, ez egy előny, és nagyon izgalmas a magyar pálinka világban, de ugyanakkor meg hátrány. Tehát a világban elmegyünk valahova, az úzót iszunk, vagy adott esetben egy megfelelő viszkit, egy tekilát, akkor azt nagyjából tisztában leszünk, hogyha azt most Franciaországtól kezdve Görögországig, akkor ugyanazokat fogjuk kapni. Ezt nem tudjuk megcsinálni a pálinkánál, és lehet, hogy soha nem is fogjuk tudni megcsinálni.